Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. Második alkalommal pályázott sikeresen az Erasmus Plus programra a Rákos Menti óvoda. Hogy mi a projekt tematikája az idei esztendőben, valamint hogy mely országokkal vesz részt közösen a programban az intézmény, erről fogok többek között beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban Nagyné szabó Etelkát, az intézmény vezetőit. Köszöntöm Önt és a kedves nézőket! És ha már ugye úgy kezdtem, hogy második alkalommal pályáztak sikeresen erre a programra, hogy egy kicsit felidézzük az első alkalmat, az pontosan mikor volt? Öt évvel ezelőtt volt, és akkor egy, egy ilyen visekedéskultúrával kapcsolatos programba vettünk részt. És ezt most folytattuk, és most egy nagyon érdekes és nagyon, hát szerintem újszerű az óvodák körébe, robotika témakörébe Adtuk be a pályázatunkat három országgal, a három országon belül négy intézménnyel, mert a portugálok két intézménnyel pályáztak, és ezen kívül egy olasz és egy török másik intézménnyel pályázhattunk együtt, és nyertük el ezt a lehetőséget. Ugye már beszélt az első programra, vagy az első alkalomról, miért döntöttek úgy, ismét pályáznak erre, illetve hogyan látja az első alkalomban, mennyit profitáltak? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes lehetőség, és, és sajnos az óvodák ritkán élnek vele, mert azért rengeteg munkával is jár. Ez egy komplex program, itt Európai Uniós pályázat, nagyon sok adminisztrációval és nagyon sok szervezési munkával is jár, viszont a pedagógusok és a gyerekek is profitálnak belőle mert a gyerekek az intézményen, illetve az országokon belül a saját projektjeiket megvalósíthatják, és találkoznak külföldiekkel is, mert ebbe a projektbe, ebbe a lehetőségbe a pedagógusok egyik országból a másikba mennek, és ott ismerkednek egymás intézményeivel, illetve azzal az oktatási programokkal, azokkal a szintekkel, ami a egyes országokban van és megtalálható. Tehát itt a gyerekek most éppen a robotikával ismerkedhettek. Na most a robotika az, én azt gondolom, hogy óvodában első nagyon ijesztő lehet, mert, mert teljesen egy ilyen robotokkal, meg ilyen gépekkel be gondolkodik mindenki, holott nem, és itt el is hoztam a kis kapalánkat, amit, akit hupotiknak hívnak, és a hupotik az az országok kezdőbetűjéből tevődött össze, és így kapta a nevét is. Egy nagyon kis kedves kis emblémánk ez. Tehát az a lényege most ennek a robotikának, hogy olyan korszerű eszközökkel ö, próbáljuk a gyerekek ismereteit fejleszteni, ami hát a mai, ami mai világba benne nőttek a gyerekek, és, és látnak és, és tapasztalnak, és hát ez most már az ő világuk, és mi azt próbáljuk elérni, hogy ezekkel az eszközökkel, ezekkel a lehetőségekkel, Akár a térirányokat fejlesztjük, akár a logikai ismereteiket, a gondolkodásukat, a probléma megoldó képességüket. Tehát minden olyat, amit egyébként csinálnánk és fejlesztenénk, csak egy kicsit újszerűen, egy kicsit modern eszközökkel fűszerezve. Ugye említette, hogy elsőre ijesztőnek hangozhat egy óvodában a robotika szót, de én talán azt gondolom, hogy a felgyorsult digitális világban ez talán valamikor egyszer be fog majd következni, és talán még segítségükre is lehet az embereknek. De hogyha azt nézzük, hogy a gyerekek mindennapi cselekedeteit, azok mondjuk mennyire vezethetőek vissza itt ezekre a folyamatokra? Hát minden nap használnak különféle IKT eszközt a gyerekek, Sajnos többségük nem is jól használja. Tehát a kontroll kevésbé van a családokban, és hát minden nap talán sokkal több időbe is, mint, mint szükséges lenne és kellene. Az óvodába ezt egy picit megpróbáljuk kontroll alá vonni, és, és a jó irányba terelgetni ezeket az eszközöket, ezeket a lehetőségeket, mert hát ha tetszik, hanem nekünk pedagógusoknak is, tudomásuk kell venni, hogy, 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 ebbe születnek bele a gyerekek. És, és emellett természetesen számos más lehetőséggel élnek az óvodák és az óvodapedagógusok is, tehát nem marad el sem a mese, sem a mozgás, sem a környezet tudatosság de egy kicsit ezt a mai kort eszközeit és lehetőségeit próbáljuk egy kicsit úgy, úgy mederbe terelni és jól felhasználni. Na de kíváncsi lennék, mert ugye ön is mondta, meg az előbb én is említettem, hogy talán ez a folyamat megállíthatatlan, de ön szerint ezt lassítani kell? Szerintem nem tudjuk lassítani. Ez, ez tőlünk függetlenül működő folyamat, és... És nekünk kell ehhez alkalmazkodni, és megtalálni a megfelelő eszközöket és módszereket, hogy jól működtessük az óvodába, vagy a gyerekek ö, ismeretének bővítésére. Beszéljünk akkor a programról, ami ugye tulajdonképpen egymás kultúrájának, szokásainak a megismeréséről is szól, és hogy a múlt héten önök látták vendégül a partner országokat, stábunk jelen volt a program nyitónapján is. Ez pontosan miről szólt, hogyan sikerült, és a hét hátralévő részében milyen programokon vettek részt? Hát ez egy egész hetes projekt volt és program volt. Nagyon sokat készültünk rá. Szépnyi Vincent Katalin volt a projektnek a koordinátora és vezetője. Úgyhogy ezúton is szeretném neki megköszönni ezt a nagyon sok szervező munkát és lehetőséget. Hétfőn kezdtük ugye egy kis ismerkedéssel, egy kis köszöntővel, kis műsorral, utána bementek a csoportokba a külföldiek, és megnézhették, hogy milyen eszközökkel és hogyan tevékenykednek a gyermekeink aztán egy kicsit prezentáción bemutattuk Budapestet, Magyarországot, a külföldieknek, aztán bemutattuk a magyar oktatási rendszert, hiszen ez is azért fontos, hogy megismerjük egymás múltját, jelenét, és ki, hogy oktatta a gyermekeinket. Azután Iskolába is ellátogattunk, a partnerek többségében óvodapedagógusok, de van egy-két alsó tanító is. Tehát azt is fontosnak tartottam, hogy azért egy magyar iskolát is lássanak, és, és megmutassuk nekik. Ez a Gregor József általános iskola volt, és ott is egy kis betekintést nyertünk egy énekórába, egy kis matematika órába, egy kis néptánccal is ismerkedhettünk. Aztán természetesen megszerveztük itt az étkezésüket és a külföldieket ebéddel, vacsorával, még egy kis folklór hajóra is elvittük őket. Dunai Mónika országgyűlési képviselőasszony meghívására eljutottunk a parlamentbe, ott megnézhettük ugye a magyar parlamentet, beszélgettünk az oktatási helyzetről, a óvodapedagógia ügyéről. Kirándulásra Szentendrére vittük el a külföldieket, mert ez is egy ilyen Magyarország gyönyörű helye. Nagyon gazdag és színesnek hangzott a program, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól érezték magukat a vendégek. És mely országokba fognak még önök látogatni, hiszen ugye mindenki fogad majd mindenkit. Már Portugáliában voltunk, de mivel ott két intézmény van, ezért még egyszer megyünk, és októberben. Lesz még egy portugál látogatás más városban, más helyen, azután lesz Olaszország, és, és majd egy török látogatás is lesz még, és akkor ez így egy kerek, egész program áll össze. És akkor, hogy mondta, nem csak önök, hanem a kis robot is fog majd utazni önökkel? Igen, a robot az mindig megy velünk, és abban az országban, most ugye nálunk voltak, nálunk van ez a robot, és legközelebb mi fogjuk Portugáliába vinni. Tehát ez a kabala, ez mindig vándorol. Csak még egy rövid és fontos kérés, ugye önök most már kaptak betekintést, hogy más országok intézményei hol tartanak hozzájuk képest, ön szerint mi hol tartunk? Szerintem jó, jó, helyen vagyunk. Nagyon érdekes volt, hogy mi a tehetséggondozásra is felhasználjuk a robotikát, az informatikai nevelést. Más országban például nincs ilyen lehetőség, úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a magyar oktatási rendszerünk, rá, főleg a ugye, óvoda pedagógus szemmel, ugye én azt mondom, hogy az óvoda pedagógiára, mert hogy jó helyen vagyunk, és sok újat tudunk mi is mutatni a számukra. Zárásként akkor beszél még az előttünk lévő időszakról, közelek húsvét, hogyan készülnek erre? Húsvét, ez egy nagyon szép tavaszi ünnep, és hát a hagyományokhoz méltóan nálunk is a, a fiúk meglocsolják a lányokat, Komatálazunk a felnőttek és gyerekek körébe is, és hát a szomszédos bölcsödét is megszoktuk látogatni, és egy kis műsort szoktunk adni, átvisszük a fiukat, és ott szintén a felnőtteket és a gyerekeket is, a kislányokat is meglocsoljuk. Úgyhogy erre nagyon készülünk, tojásokat festünk, és hát a szülőknek is készítünk majd valami kis meglepetést. De ugye nem csak húsvét közelek, hanem még számos más fontos program is. Ezekkel kapcsolatban mivel készülnek? Ö, igen, lesz még ö, ö, madarak és fák napja, hiszen ugye a Csicsergővoda, az a ö, el nem maradhat a Csicsergővodába, ugye a madarak a, napja, madarak és fák napja. Azután lesz még majd ö, ö, évzáró, anyák napja, tehát Földnapja, ami nagyon fontos, én azt gondolom, hogy hogy az egy tényleg egy egésznapos programunk lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy igazán gazdag időszak áll még előttünk. Ezekhez a remek programokhoz pedig én nagyon sok sikert kívánok, és gratulálok a pályázathoz, és majd jó utazást kívánok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is viszontlátásra!